Teljesen új arculatot kapott a Kristálytér. Engert Jakabné, a városrész leköszönő önkormányzati képviselője, ma délután mutatta meg Szemereiné Pataki Klaudia polgármesternek a megújult területet. Egy nagyon komoly fejlesztés valósult itt meg. Ennek most még van egy végső szakasza, amikor is a zöld növényzetet fogják elültetni. Tehát gyakorlatilag beborítja szinte az egész teret a zöld. Lesz fűszerkert, és hát pont most jutott el egy kérés az itteni társasház közösség részéről, hogy ott a belső udvar részben szeretnének egy virágos kertet is, amit ők majd gondoznak. A képviselő elmondta, hogy a lakók már birtokba is vették a kihelyezett padokat. Fiatalokat látott itt olvasni, és az idősebb emberek is megpihennek az utcai bútorokon. Minden adott ahhoz, hogy igazi közösségi tér legyen a Kristálytér, ha kitavaszodik. Itt mellette megépült egy parkoló rész is, ami 18 parkolási lehetőséget jelentett. Itt korábban mindig a zöld felületre álltak, tehát így az összkép is nagyon, nagyon szép lett. Ez közel 40 milliós beruházás, ez tisztán önkormányzati fejlesztésből valósult meg. A Kristálytér bejárása után ma délután Bétót Katalin, a Széchenyi Városért Egyesület képviseletében bemutatta azokat az új kutyaürülékgyűjtő tartályokat, amelyekből egy országos pályázatnak köszönhetően 10 darabot szerzett be az egyesület. 3-at már kihelyeztek, arra, hogy a többi hová kerüljön, javaslatot tehetnek a városrész lakói. Végül az új aszfalt burkolattal ellátott Íj és Gyula utcára látogatott el a polgármester, amely szintén önkormányzati forrásból közel 20 millió forintból készült el. Engert Jakabné a fejlesztések sorát még kiegészítette az Irinyi út március 15-e út kereszteződésében kiépült jelzőlámpás rendszerrel, amely óriási biztonságot jelent az erre közlekedőknek és az itt lakóknak. Valamint kiemelte, hogy a városrész zöld felületekkel, új fákkal is bővült.